nagyon megkül rajta, hogy Bai Balázs, de kiválóan ment Omar Meklávics, aki vezet pillanatilag. Balázs remeküljön Eris Merit mellett. Csubenkov átteszi most a vezetést, Csubenkov fantasztikus. Meklávics megbillent, Balázs pedig jött a második helyen. Csubenkov nyer 12-94-el, és Balázs a második helyen érkezik be. Kihasználta McLeod megbotlását, fantasztikus futás Bai Balázstól. McLeod nem tud nyerni a tavalyihoz hasonlóan, Csubenkov pedig a világ idei legjobbjával, új orosz rekorddal, egyéni csúccsal megnyeri a Gyulai Memoriált. Parádés döntő így a végére, sőt 12-92-re korrigál most már a számítógép. Majd meglátjuk, Balázs 13-27-et futott. Gyulai Márton már rögtön gratulál is neki, a Magyar Atlétikai Szövetség főtitkára. Idei legjobbja, messze-messze a legjobbja ez Balázsnak. Több mint egy tizedet tud javítani. És nyilván az Európa-bajnokság a berlini szereplés szempontjából ez borzasztóan fontos. Nagyon-nagyon jót tesz majd az önbizalmának. Itt még McLeod vezetett a negyedik gátnál. És aztán itt hibázott egyet a jamaikai, egy picit át is lépett a másik sávba, és itt már jött a végén Csubenkov, aki elképesztő formában van ebben a szezonban. Párizsban egyébként kizárták szombaton a Gyémánt Liga futam során, egy picit talán dűből is futott most itt Székesfehérváron, ő nyer parádés idő eredménnyel, 12-92-vel. És McLeod végül csak a hatodik lesz a billenés után, nyilván itt 110 gáton